ez egy kis életmódszer, hogy gyakorlatilag ugye az embernek mondjuk nyilván kevés mondjuk a jövedelme, ebben az esetben érvényes, és nyilván kétféle módon oszthatja be ezt az egy hónapi jövedelmet. Ugye vagy beosztja, hogy egész hónap végéig kiusson, viszont akkor a minden napokra ugye nagyon kevés összeg jut, amiből csak nagyon szar minőségű összetevőket lehet vásárolni a test számára. Vagy pedig ugye ameddig a pénz kitart, addig akár félútig a legjobb minőségű összetevőket vásárolja meg, és abból épi ki fel a testét. Aztán utána pedig koplal, és nem igazán eszik mást. Vagy pedig csak épp ilyen egyszerű, vagy liszt, vagy puriszka, vagy ilyesmiket. Na, és a lényeg micsoda? Nagyon ügyes módszer ez, mert a már a második, mert ugye, hogyha az elsőt használjuk és követjük, akkor ugye, mivel minden hónap megismétlődik az életünkben, ezért nem másból, csak szar összetevőkből fog felállni a szervezetünk, ami szar teljesítményt, szar életet, szar minőséget, boldogtalanságot is így tovább jelent. Viszont, hogyha a második módszert követjük, akkor igaz, hogy kevesebb mindenből, nem sok szarból, kevesebb mindenből, de viszont jófajta összetevőkből rakjuk össze a szervezetünket. Ugye el se hízunk, az is biztos, és minden, ami belekerül, az tökéletes minőségű lesz. Még ha kevés is, de tökéletes minőség, így biztosítja az életminőséget, a boldogságot, és így tovább. Úgyhogy nem hosszú távon beosztani, hogy kijusson a hónap végéig is, hanem bizony, ameddig csak lehet, addig a normálisság keretein belül a legjobb minőségű dolgokat kell megvásárolni, nem spórolni, hogy aztán végül a lábunkra költsük később.